Két magyar beszélget. Egyikük a széles sima asztal mögött, hátradőlve párnázott székén, két kezét az asztalra fekteti. Mozdulatlan, az arca is merev. Haja rövidre vágott, szemében semmi még kíváncsiság sincs, pedig gyors kérdéseket lök maga elé, a másikhoz. És olykor papírjaiba pillant. És újra kérdi, amit már korábban kétszer kérdezett. Vele szemben, az asztal lapján túl a másik egy szögletes széken ül. Konokul ölébe ejti két kezét, megvonja vállát, lassan válaszol. Fejében békétlen képek azokból a napokból. Kiáltások, újságpapírral letakart halott, futás, kopogó golyók, hulló vakolat, lobogó zászlók, vonuló tömeg, népünk, nemzetünk, gyűlések, felemelt öklök, ledöntött szobor, ágyunk, robbanó tankok, sorállás kenyérért, lerontott házak, betört ablakok, jajszó, vér, csönd, pincemhéj. Ül félelemben, düvelés dacsal kevert rettegés kavarok benne. Nem a másikat nézi, hanem a falat. Két magyar beszélget. Kopogó kérdések. Hova ment? Mikor? Kivel? Mit mondott? Miért? És onnan hova? És aztán? És kik voltak még ott? És maga? És ők? És ki tépte le? És kinek adta oda? És még kinek? És maga miért hazudik nekünk? És váratlanul csattan a kéz a sima asztalon. És válaszok. Igen. Nem. Nem emlékszem. Nem ismerem. Igen. Nem tudom. Talán. Két magyar beszélget. Nagy a szoba. Bemázolt ablakain át. Nem látni a térre. Innen az emeletről. Körül hosszú folyosók, szobák, cellák, vasajtók. Fölül a tető. Két kőszobor tartja a nagy kapu fölött az erkélyt. De az igazi bejárat oldalt van is szűk. Néhány lefelé menő lépcső vezet hozzá. A ház körül a város. Néma utcák, terek. Hidak a Dunán. Itt Buda, ott Pest. Az égtájak felé megyék, városok, falvak, tanyák. Magányos putrik. Odébb határ volt. Már maradéka sincs. Csak tankok, ágyúk, csizmák nyomai. Azon túl süket, vak, néma a föld. Üres az ég. Két magyar beszélget.